0,25 gram. És azonnal elkapta. És eldobja basszus ezt a kis súlyt is. Ez ott van, na, látod? Ennyit a kis súlyról. Van kisebb csalit? Na, na. Halat nem fogni mindenki tud. Lehúzza. Egy 10-es horog van rajta. Egyre kisebbek.
Oh, megvan. Miért dobjál vele? Csak óvatosan, mert át lehet dobni a túloldalra ezzel a 0-25-össel. Itt vagy? Látod, hogy mekkora súly van rajta? Úgy raktam az egyenlőt. Igen? 0-25? Aha. Azt raktál fel? Aha. Ja, ez kicsit nehezebb vele dobni. Amúgy ez egy kicsit amúgy gerincesebb. Direkt, mert ezt szeretik. De tényleg amúgy, komolyan. De mellette meg tök de... érzékeny a spitzer. Igen, tényleg. Hát ilyen kipásnak kell tegyedni. Hát... Ez nem is olyan durva szerkó, de ehhez képest. Abszolút szimpatikus kis bot. Csuklóból olyan dobsz, nem? De tényleg. Ott vagyok fel. Másfajta. De tényleg jó. Ez milyen? Négyes. Négyes nanofil. Érezhető. Jó, ez sokat dob a latba, de másikkal is horgászom, tehát... Na, ezzel megfogtad? Érezhető a különbség ki. Ez a bot, ez tényleg nagyon jó. De gerinces, hogy ez ennyi miért, de tényleg.
Jó kirívó. Tényleg jó. Erre... Ahhoz képest, hogy gerincet, ahhoz képest, hogy kurva értő. Van olyan érzéke, mint az enyémé, pedig az enyém az olyan puhás, mint ágy, de van olyan érzéke. Tényleg jó. Egy könnyű, ám csak nehéz orsó van rajta. Igen, ez érezhető amúgy. De amúgy nem vagy nehezebb az orsó amúgy. Még szerintem a tartása is jobb neki amúgy így. Nekem ez már, ez nekem lötyög így a kezemben. Mert könnyű az orsó. Meg én nem így fogom a botot, hanem itt fogom a botot. Tehát már eleve nekem tök mindegy, hogy milyen súlya van az orsónak. Tehát nekem teljesen mindegy, milyen súlya van. Akármilyen felraksz, itt mindegyiknek ugyanaz. Tehát így megtartod az összes botot. Rakhatsz rá kilós orsót, akkor is. Akkor is. És onnan kezdve, hogyha itt fogom, tök mindegy, milyen súlya van. Viszont amikor ezeket a pici mozgásokat csinálom, látod, itt a kis könnyűnél mozog az egész kezem. A nehezebbnél pedig csak a vége mozog. Tehát könnyebben tudom mozgatni. Hú, de amúgy mennyi én. Ja, de mennyi különbség van, ami tényleg. Durva. Mert látod, most ennyi. Itt fogom meg, innen kezdve teljesen mindegy. Hopp, már ezt is dobtam. Jó, én már megszoktam ezt, de ha lesz olyan bot, amit te, biztos veszek egyet, azt tudom. Nagyon jó dobot. Ami tényleg jó, mert érzékeny, de mégis mellette gerincel. Gerinces, és ami nekem fontos, hogy lágyan is tudom vezetni, igen. Meg keményen is tudom keményen vezetni. Tehát, mert a gerinces botnál általában meghúzod a csalit, ugrik. Igen. Ennél meg tudom úgy húzni, hogy lágyan mozduljon meg a csali. De ha akarom, úgy tudom pöcögetni, hogy keményen ugráljon a csali. Ugye például a Gabiéknek az én botom már az mindegy, hogy túl puha lesz, például. De sok embernek az ember már túl puha. Ezek a botok, ezek nem univerzális botok. Tehát sokan azt várják egy bottól, hogy mindent tudjon. Olyan bot nincs. Van. Ott vagyok, ha látod? Vagy valami szemben tudom. Lehet. Megnézel egy pisztrángos versenyt, ott is négy bot be van állítva. Oké, hogy különböző csalikkal, meg ne kelljen annyit változtatni, meg, de a szilikonos botja az egy nagyon lágy bot. Meg a kis halnál is szépen meghajlik, meg nagy halnál is. Tehát itt ez inkább ilyen élvezetérték, nagy élvezetértékű bot. Egyébként nekem tetszenek ezek a parabola botok, ezek a lágy botok. Én szeretek velük horgászni, csak tudom, hogyha egy olyan botot dobunk a piacra, fikázni fogják, hogy lágy, gumi, mit tudom én. Mert azzal meg kell tanulni horgászni. Tehát egy teljesen másfajta bot. Hát te is mennyi halat fogsz vele? És élvezetesen. Ebbe a botba nekem, amit bejött, és én mindig is szerettem volna egy olyan botot, ami kis halál is tényleg így körül, amit te élvezed. És ez a bot, ez olyan. Felrakhatod a vékony zsinort, vékony előkét. Csak ez a bot tényleg nem arra való, hogy én ezzel kilós csukákat kergessek. Lehet. Lehet csak. Ez szilikonos bot a tiéd. Igen. Tehát wobblert, ilyesmit nem raksz fel, mert... Én nem is tudom. Na azért mondom, hogy ez más típusú horgászatról. Na, itt...
hosszú csalit hogy benyelte? De nem nyelte be. Itt előtted? A domolyt volt, szép volt, tényleg szép volt. Választékbővítés. Megjött ő is. És rák.